Még a vendégek is dalra fakadnak a Bugatti karikás csárdában, amikor ráhúznak a cigányzenészek. A Kormány Muzsikáló Magyarország 2024 című pályázatának köszönhetően lép fel a csárdában Radis Sándor és zenekara. A program során a hazai cigányzenészeket támogatják, azt, hogy ismét élő muzsika szó szóljon az éttermekben. A kecskeméti cimbalom művész szerint eddig elvétve alkalmazták őket. Most ez a kávéházi cigánzene így mond, hogy szeretnék újraéleszteni, hogy legyen csárdákba, borozókba, Balatonon, Budapesten, mert sajnos tavaly például Balatonra is jártam így, hogy két zenekar volt az egész Balatonon, most ugye a kormánynak erre felhívására, a Muzsikáló Magyarország kisfaludi program keretében nagyon sok zenekar van, és adott munkát a zenészeknek. Bugatcon a II. Világháború után a 60-as években indult el az a turizmus, mint például a Puszta program, mely során élő cigányzenével is szórakoztatták a csártában a német csoportokat. És ezek a német csoportok ezt az arculatot nagyon szívesen vették, és minden magyarországi program kirándulásnak a része volt a kecskeméti városháza megtekintése, a Bugatti Puszta programnak a megtekintése, a csárdában a hagyományos magyar ételek köztük a gulyás, amely szinte az egyedüli olyan szó néhány szó között, amit a világon mindenki ismer magyar szavak közül, illetve a cigányzene, ami elengedhetetlen része volt ezeknek a programoknak. Na most ennek a pályázatnak köszönhetően ezt a hagyományt tudtuk újraéleszteni. Radis Sándor mellett zenél Jóni György, Bács-Kiskun megyei prímadíjas hegedűs, Jóni Oszkár Brácsás és Rácz József nagybőgős is. A zenekarral a Bugatti karikás csárdában szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap, a Sasfészek étteremben pedig hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön találkozhatnak a vendégek. A Magyar Turisztikai Ügynökség döntése nyomán kibővítették a program 1 milliárdos keretösszegét, így a korábban tervezett közel 500 muzsikus támogatása helyett szélesebb körben nyújthat segítséget a projekt a cigányzenészek vendéglátóhelyi foglalkoztatásához.